Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 27-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy fotó, majd egy néprajzi ihletésű tárlatra látogatunk el, ezt követően Pilinszky Jánosra emlékezünk, majd az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat két előadására invitálom Önöket. Tartsanak velünk! Kis László fotográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Az analóg technikával készült anyag, amely két időszakban készült, hétköznapi emberek hétköznapi életének jeleneteit örökíti meg. Ha egy kígyó, ami ritkaság, fölfajja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr? Örkény István örökbecső gondolata a mottója Kis László fotó kiállításának, amely pénteken nyílt meg a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A tárlatot Tóth Tamás esperes, mindannyiunk Topi atyája szívhez szóló gondoskodó tisztelettel és szeretettel megfogalmazott gondolatokkal nyitotta meg. Azon gondolkodott, hogy miért kell mindig neki támadni annak, ami van. Hogy miért lehet ezt egy kicsit először ideengedni, vagy közelengedni. Nem kell mindig rögtön mindent bántani. Hogy egyszerűen az életemben is ilyen történésem, ha nem tetszik, akkor rögtön megváltoztatom, rögtön elintézem, hogy ne úgy legyen. Nem bírom elviselni, ha belefáradtam. Én most majd megengedem a valóságnak, hogy jöjjön, ahogy van. És nem is olyan szörnyű egyébként, ez csak olyan hárma figyelmetekbe, ez is elkezdek prédikálni, de elég régóta ezt teszem. Szóval én a valóságot is elkezdtem megszeretni. Nekem ezek a képek, ezek ezt hozták ide nagyon-nagyon elő. Ajánlítást. Nézte a mikrót, nézte, hogy hány óra a képen, szóval ezek a picik is apró dolgok, ez nekem fontos volt. A kiállítás első része a rendszerváltás időszakát megidézve, a gyökerekhez visszanyúlva, analóg technikával készült alkotásokat vonultat fel. A mindennapok egy-egy pillanatát ábrázoló fotók, korhű dokumentumai, hiteles ábrázolásai a köznapi emberek életének. Gárdonyi Művház felkérésére szerettem volna egy olyan kiállítást csinálni, ami egy kicsit jobban hozzám kapcsolódik, és amiket mostanában fotózok, azok szerintem nem illenek ebbe a térbe. Aztán valahogy így eszembe jutott ez az anyag, ami régóta hever itt ott különböző fiókokban, mindegy is, hogy szekrényekbe elrejtve széthullajta, és akkor így összeállt a fejembe egy kép, hogy ez ide, ebbe a térbe, ez jó lenne. És akkor raktam össze ezt az anyagot, szkenneltem, digitalizáltam, és hát lett belőle az, amit itt láttok. Ha megnézzük ezeket a képeket tüzetesen, akkor valóban egy olyan időszakot ábrázolnak ezek a fotók, amelyek megmutatják a mélységeket, az emberi távolságokat, amelyek ma már szerencsére kevésbé felfedezhetők. Én azt hiszem, hogy főleg az első adagban olyasmi képeket látunk, amit akkor is utoljára lehetett fotózni a világban. Hát ezzel a közösségi médiás fényképőrülettel elvesztettünk valami őszinteséget, amit a fénykép valamikor tudott. Tehát amit Brusson, vagy bárki a nagyok közül, aki képes volt fotografálni, talán az emberek még a kamerához nem úgy viszonyultak, mint ahogy ezt ma tesszük. Nem merevednek valamiféle ilyen pózőr görcsbe, hanem egyszerűen jelen voltak abban a térben, ahol a fényképezőgép is hát elhelyezkedett, és nekem meggyőződésem, hogy ez az a fajta fotográfia, amit többször is elmondtam már, hogy mintha ki tudnánk egy embert szólítani az időből, és egyfajta korlenyomatot készítenénk róla. Az első adag az a 89-90-es évek, akár én a fejembe vettem, hogy végig fotózom Székesfehérvár összes, akkor nem hajléktalannak hívtuk őket, mert nem is voltak valójában hajléktalanok, hanem hát kukásoknak. És akkor én szisztematikusan mászkáltam utánuk az utcán, néha belebújtam én is a kukába, és így fotózgattam őket. Ez egy nagyon érdekes történet volt, nem kanyarítottam hozzá semmiféle ilyen erkölcsi vagy bármilyen tartalmat, egyszerűen csak ezt akartam akkor csinálni. Kelet-német felszerelés, Pentagon 6, 40 mm-es Flektagon, Orvo MP22 és környéke, viszont nagyon sok anyag elveszett ebből. Tehát elég zaklatott körülmények között vittem ezt az időszakot, ami megmaradt, nagyjából annak a javát raktuk ide a falra. A kiállítás második részében a majd két évtizeddel később a fotográfus családjáról készült felvételek is láthatók, amelyek a 21. századi viszonyokat mutatják be a közelmúltból, immáron professzionális filmeken megörökítve. Valamikor a 2000-es években vettem a fejembe azt, hogy csinálunk egy könyvet, aminek az volt a címe, lett volna a címe, hogy Hétköznapi életek Magyarországon.
És a könyv úgy kezdődött volna, hogyha kinyitod, akkor eljátsza a Viharként abból már a messzi távol című Széchy Pál örökérvényűt, ilyen kínai csipogással. Aztán nyilván erőforrások meg bizonyos okok miatt elmaradt ez a könyv. Amit ide a falra kitettünk, ez ennek a, hát így az induló munkája. Próbáltam ilyen anyagokat készíteni hozzá, hogy akihez bekopogtatok a következő alkalommal, az értse, hogy mit szeretnék fotózni. Itt már nagy a váltás felszerelésben. Itt azért van mögöttem egy 20 éves profi fotográfiai múlt, Hasselblad, profi filmek, jó fénymérő, világítás, minden. Egészen más volt a technikai háttér, viszont a megközelítés próbáltam ugyanabban tartani. Tehát ez a tulajdonképpen ilyen szemtelen kívülállás, ami nagyon távol van a mai divatos dokumentarista fotográfiától. Nyilván akarok én ezzel valamit mondani, de nem akarom annyira ezt súlykolni, mint ahogy ez ma divatos. És hát ezek azok a képek, amiket itt sorba raktam. Tulajdonképpen azok az emberek kerültek volna be a könyvbe, akik a 40-es, 50-es évek környékén születtek, és hát a bizonyos Kádár érát és a környékét végignyomták, és én kíváncsi voltam akkor, hogy hogyan élnek most, hogy mit jelentek nekik a hétköznapok. Hát nagyjából erről szól az anyag, és hát ami a számomra viszonylag hát erős képpár, az az anyám és apám az utolsó képen az ő hétköznapjaikkal, a vasárnapi húslevessel, meg hát az apámnak a kimagozva, vagy hogy hívják, ez csutázandó Otello szőlőjével, meg a festékes vödrével. Hát ezek nagyon a hétköznapok voltak, és a mai napig fenntartom azt, hogy sokkal fontosabbak számomra is a hétköznapi emberek, mint azok a hősök, akiket úgy megéneklünk a nevezetes napokon. Szerintem miattuk érdemes egyáltalán a planétán tartózkodni. A kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Gárdonyi Géza Művelődési Házban az intézmény nyitvatartási idejében. Emlékvagyonunk végtelen címmel rendezte kiállítást a Szent István Művelődési Házban. A tárlaton Gál János múzeumi főrestaurátor néprajzi emlékekből összeállított anyagát tekinthették meg az érdeklődők. A kiváló etnográfus házaspár Szabó Zoltán népzenész és Juhász Katalin népdalénekes műsorával nyílt meg a Szent István Művelődési Házban Gál János múzeumi főrestaurátor Emlékvagyonunk végtelen című kiállítása. Gál János idén 80 esztendős, amelyből fél évszázadot emlékmentéssel töltött. Múzeumban dolgoztam, ilyen tárgyakkal voltam körülvéve naponta, ezeken dolgoztam, a restaurálás volt a feladatom, tehát megismertem ezeket. Aztán hát mivel utaztam sok helyen Kárpát-medencébe a régi magyar területeken, tehát ott helyszínen láttam ezeket, és ha valami egyszer megfogja az embert, akkor attól szabadulni nem tud, és hát ez maradt. Úgyhogy gyakorlatilag ugye 80 év, ebből 50 év ezzel telt, úgyhogy 30 évesen kerültem a múzeumba, és mondjuk előtte is érdekeltek ezek a dolgok, de amikor már, hogy mondjam, szakmaszerűen űzi az ember ezt a műfajt, akkor egész más helyzet, és hát onnan adódik ez. Megszereti az ember, és akkor csinálja. Igen, itt mögöttünk olvasható, hogy mert nem lehet elfeledni soha. Én azt gondolom, hogy aki valaha is járt a Kárpát-medencében, bármilyen magyar lakta földön, az nagyon is tudja, hogy mennyire megbecsülik még itt ebben a felgyorsult 21. században is a népi motívumokat, a népi kultúrát. Hát igen, szóval a 20. század az nagyon rázós volt nekünk magyaroknak, mert ugye a területvesztés az olyan mértékű volt, hogy a megsemmisülés széle állt az ország, tehát csoda volt az, hogy megmaradtunk, és költőink azért írták a verseket, hát ez speciál Juhász Gyulától van kiemelve, de hát a Reményiket vagy Dzsida Jenőt említem, ugye hát az ő verseik tényleg szívszorítóak, és volt ugye 100. évforduló, akkor készítettem, illetve nem is direkt erre készítettem ezt a keresztformát, hanem volt egy kiállításom fönn a várban, Budapesten, és hát ez a mostani épülő pénzügyminisztéri épület a Mátyás templommal átelembe, Szent Háromság téren,
és ott a feljárónál a pihenőben nagyon klassz hely volt, és egy neogótikus kőfaragvány és üvegablak, szóval tényleg olyan volt, hogy azt mondtam, ide akkor, mert pont az összetartozás hetében volt ez a kiállítás, ide kell, és akkor megcsináltuk a szerkezetet, és egy nagy keresztforma jött ki, hát nagyobb volt, mint ez, mert ezt már csak így, vagy mondjam, példaként csináltam meg, hogy legyen meg így, és hát tényleg döbbenet volt, mert hát nekünk magyaroknak ez fontos. Gál János vésnökként kezdte pályáját, hogy aztán restaurátorként teljesedjen ki a Néprajzi Múzeumban. Mint vallja, a múzeumban töltött emberöltönyi idő a magyar kultúra és a múlt még megmaradt emlékeinek helyreállítása nagyon fontos számára, egy másik tevékenysége pedig a határokon átívelő a nyelvi kultúra sorsközösségként megélt, egységes magyar nemzethez elkötelezetten tartozási jegyében telt. Ma, amikor mindenkinek fájhat valami, egyedül mi vagyunk azok, akiknek nem fájhat semmi. Ha mi nekünk fáj valami, akkor arra mindjárt átűzik, hogy nem tudom, soviniszta az ember, irredenta, nacionalista, még fasiszta is lehet. Tehát engem ez nagyon idegesít, és ezért csináltam. Hát ugye, na most csak a Márai versét üzenet haza, ugye, nem... Mennyből az angyalom, üzenet az az vasalmet. Márai 56-ból írta, hogy más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztus a Magyarország. Hát honnan jött az ötlet, hogy odaírja, hogy népek Krisztus a Magyarország, és igen, ez a magyar Golgota, mert ott Magyarországot feszítették keresztre. Hát ennek ennyi a története. És nem véletlen ugye, hogy itt van a kis magyar cím, mert Szigfáta Volunta sors így akarta, a másikon pedig megbűnhötte már épp a múltat csillendőt. Hát más táblán még fölírtam azt is, mint oldott kéve széthult nemzetünk. Hát erre nem ez volt, itt csak a himnusznak ez a sarkalatos sora van festve. Gál János még elmondta, fontosnak tartja, hogy minden lehetséges formában őrizzük a múltat, annak jelképeit és értékeit. Ennek egyik módja ezen emlékek bemutatása, és felhívta a figyelmet arra is, hogy léteznek, és a Kárpát-medencében járva még sok helyen személyesen is felfedezhetik ezeket a téma iránt fogékony emberek. A tárlat szeptember 14-éig látogatható a Szent Korona Galériában. Pilinszky János költőre emlékeztek a Városházán. Juhász Anna irodalmár, Bakonyi István irodalomtörténész, Priger Zsolt és Magyar Bori egy zenés beszélgetős műsorban tekintettek vissza a költő pályájára. Egy magányos farkas jött le a faluba. Reszket előtted. Mi se ez? Utolsó áldozás. Jut eszembe, kellene valami zenét választani, nem? Jó ötlet. Kezdjük mondjuk Bachal, mert Bach számomra valahogy túl van a művészeten. Bachal szemben olyan dilettáns vagyok, mint az életemmel vagy a természettel szemben. Rendhagyó műsorral kezdődött meg az Esta Városháza dísztermében. Priger Zsolt és Magyar Bori egy zenés-verses gondolatgazdag diskurzusban idézték meg Pilinszky János ma is egyedülálló emberi és költői pályaívét. A Pilinszky és én című előadás a kortárs magyar irodalom alapkövét és a hitvallás spiritualizmus gyönyörűségeit viszik közel elektronikával és popzenével az emberekhez. Különleges érzés most itt állni, és egyszerre valamiképpen a történelmi vagy kulturális hagyományról gondolkodni itt Székesfehérváron, az irodalmi hagyományról, és megnézni, hogy nekünk itt 2024-ben mindez mit jelent. Kiemeltünk a Szaltun programunk kapcsán egy szerzőt, egy olyan szerzőt, aki nagyon sok tekintetben kapcsolódik és kapcsolódott élete során Székesfehérvárhoz. Ő ugye, ahogy talán a meghívón a plakáton is láthatták, Pilinszky János. Engedjék meg, hogy akkor őt idézzem egy gondolattal, mert akármennyire is az ember tűnhetett színpadon magabiztosnak, és nagyon nagy szeretettel, hittel érkezünk, ahogy Cecília jelezte, egy kis előzménye is volt ennek a Sanctum sorozatnak, de mostantól kezdve az elkövetkező fél évben is számos nagyvárosban, hogy bemutassuk ezt a hagyományt. Pilinszky ugye először is Pilinszky Jánosból talán mondanám azt, hogy lehetetlen készülni, nagyon nehéz készülni, mert hogy valamiképpen a biztos fogózkodóknak vélt lexikális tudás, azt gondolom, hogy másodpercek alatt semmivé olvad, és az ő szavait tudjuk csak idézni egy-egy beszélgetésbe, és azt a reményt, amit talán ő emelt ki a beszélgetéseink kötetben, hogy minden egyes
diskurzusnak, a diskurzus mögött ott van annak a reménynek a lehetőség, hogy mind a két fél kap tőle valamit, és ha tudunk olyat adni, olyat mondani egymásnak, amitől gazdagodunk, ez talán az egyik célja annak a kulturális missziónak, amit mi a Petőfi Kulturális Ügynökséggel minden alkalommal teljesítünk, és ha egy pici előzményt mondhatok, ehhez a Sanctum nevezetű, mondjuk azt országjárás, az elmúlt fél évben kb. 28 ezer kilométert utaztunk, nagyon sok emberrel találkoztunk, és mondhatom azt, hogy hihetetlen gazdagodás volt ez mindannyiunk számára, meghallgatni egymást, megismerni azokat az életműveket, azokat a településeket, városokat, és azokat a szerzőket, akik mind-mind a közös történetünket mutatják be. A Pilinszky est kapcsán megidézhető II. János Pál pápa művészeknek írt levele is, amelyben arról beszél, hogy a művész alkotás közben önmagát fejezi ki, művében leleplezi saját személyiségét, és a létrejövő alkotások által kommunikál a külvilággal, így a művészet története az ember története is, ahogy ez Pilinszky esetében is tetten érhető. Hogyha mondhatok Lengyel Balázstól egy idézetet, és akkor itt már rá is térnék Pilinszky János és Székesfehérvár kapcsolódására, hogy ő azt mondja, hogy meg lehet, elképzelhető, hogy két Pilinszky van. Egy nagyművű lírikus, és egy érzékeny, feltétlen értékes, de talán már-már mindennapi ember. Olyan, amilyennek mi vagyunk, olykor esendőek is. És amikor 2021-ben talán többen velünk voltak itt a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, az egyik első nagyszabású, egész éven át gondolkodó centenárium munkánk volt Pilinszky Jánosnak a bemutatása, nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy Pilinszky János és Székesfehérvár kapcsolatát bemutassuk. Jártunk is itt kollégáimmal, szerveztünk irodalmi sétát, videófilmet, és ennek kapcsán mondhatnám azt, hogy nem sokára majd picit megmutatjuk ezt az önéletrajzaim könyvet is, aminek az útja is ide Székesfehérvárhoz vezet, mert egy olyan kézirat került elő az egykori albérletéből, ami itt ezen a centenáriumon mutatkozott meg először. Ezek a kézzelfogható bizonyítékok. Juhász Anna megerősítette, a Sanctum országjárása során a helyi értéket helyezik fókuszba, és azáltal, hogy az országos ismertségű alkotók mellett az adott helyszín vagy régió meghatározó kulturális szereplőjét hívják meg a programsorozat egyes helyszíneire, így természetes volt az is, hogy ezen az estén Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész, a Pilinszky életmű legbensőbb titkait is ismerő és beszélgető társ, aki a költőfehérvári mindennapjait idézte meg. Ugye kimondjuk a nevet Kovács Péterről és Koroszke Mártáról, szóval hiszen Kovács Péter és felesége akkor István Király Múzeum dolgozói voltak, és hozzáteszem, hogy aki esetleg nem tudná, Kovács Péter unokaöccse volt Pilinszkynek, tehát innen a rokoni kapcsolat. Másrészt ez nyilvánvalóan Székesfehérvár szempontjából is rendkívül jelentős volt. Hogy más nem mondjak, és mert ne Pilinszkyről beszéljünk, Csontvár igazi felfedezése itt történt meg Székesfehérváron, és tulajdonképpen bizonyos szempontból a fehérvárdaknak fájdalom, hogy nem ide került, hanem Pécsre került a Csontvári Múzeum, de hát az a hír járt, hogy Acél György akkor nagyon meghatározó személyiség volt a magyar kultúrában, és a Pécshez kötődött, mint ahogy Amerigo Tóth is ehhez a tájhoz kötődik elsősorban. Ami a 60-as éveket illeti, ugye Pilinszky számos kiállítást nyitott meg, egyébként ebben a kis füzetben, amely tartalmazza a 9 évvel ezelőtti múzeumbéli kiállítás anyagát, akkor ez a Pilinszky és Fehérvár című kiállítás nyitatott meg. Ebben képek, szövegek szerepelnek azzal kapcsolatban, hogy Mész Kornis Dezső, Sár Erzsébet, Kondor Béla kiállításokat nyitott meg ebben a városban, Pilinszky János és másokat is. Tehát tulajdonképpen ilyen módon kötődött, én azt hiszem, ehhez a városhoz. Ami aztán később, kétségtelen tény, abban a bizonyos 88-es korszakban zárult le. Az est megerősítette, hogy az érzelmi és lokális kötődések láthatatlan szálakkal fűznek össze minket, Pilinszky emlékezete pedig olyan példa, amely minden irodalombarát számára kiemelten fontos. A Vörösmarty Színházban az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat keretében rendeztek táncestet. Tánctér címmel a Kortárs Táncszínház és a Néptánc Kárpát-medencei gyökereinek táncát tekinthette meg a közönség.
A Vörösmarty Színház adott otthont a Tánctér című produkció első előadásának, a Székesfehérvári Balettszínház Parádé című darabja Bobán Márkovics sajátos és rendkívül dinamikus élettel egyúttal dramatikus zenei világára épül. Egerházi Attila rendező koreográfusként olyan zsánerképeket alkotott meg, amelyek szarkasztikus és humorra látszott jelenetek fűzérét alkotva jelenítenek meg egy világot, és fogalmaznak meg egy életérzést. Az előadás ősbemutatója a Bartók tavasz keretében a MÜPA szervezésében valósult meg. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen jeles alkalommal ismét a Bobán Markovicssal közösen készített Parádé című produkciónak a részleteit fogjuk előadni. Olyan nívós társaságban között, mint például a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, ugye Zsorávszky Zoltán vezetésével ő, az előbb szerintem megszólalt ő is, illetve egy olyan tánccsokor, amit hát Magyarországon legjelesebb kortárs táncszínházai, balettársulatainak a táncművészei adnak majd elő. Egy rövid 5 perces etűd, ahogy tudom, ez a Pécsi Balett, a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett, a Bozsik Ivett Társulat és a GG Tánceger táncművészei lépnek föl, és természetesen mi pedig a Bobán Markovics zenéjére készített Parádé című produkciónk részleteivel. Megerősítést jelent számodra, hogy a Kortárs Táncszínház ebben az értelemben is elfoglalta azt a méltó helyet, amelyre hivatott? Mindenféleképpen. Ugye nagyon fontos a hagyományunknak az őrzése. És egyik ilyen zászlós hajó a néptánc. Egy nagyon komoly néptánc mozgalom van, és néptánc kultúra az országban. És most már azt mondhatom, több évtizede nagyon komoly kortárs tánc kultúra van, hiszen a jelen nélkül nem nincs jövő, és mint ahogy a múlt ismerete nélkül és művelése nélkül sincs jelen, ezért nagyon fontos, hogy ezt mind a kettőt megfelelő szinten és módon ápoljuk, és ez a mostani rendezvény, ez egy seregszemléje a néptáncnak, illetve a kortárs táncnak. Ezt követően a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Európa szívében című előadása lendületes és sokszínű folklór műsorra invitálta a népi kultúra barátait. Az előadásban Zsurászki Zoltán olyan válogatást álmodott színpadra, amelyben a magyar nyelvterület legszebb táncai mellett különös hangsúlyt kapott az eredeti és stílusos előadásmód. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, vagyis a Honvéd Művészegyüttes 75 éves most az én, az első művészegyüttes volt a háború után, 1949-ben alakult, és küldetésének érezte minden művészeti vezető, minden igazgató, hogy a magyar kultúrát úgy a határokon belül, mint a Kárpát-medencében és az egész világon képviseljük. Most a műsorunkat ehhez mérten állítottuk össze. A ma esti műsornak a második felét adja a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, ugye az ország legnagyobb néptánc alapokon szervezett együttese, egy 20 fős tánckarral, nagy zenekarral, gyönyörű viseletekben, és tényleg a Kárpát-medence legszebb táncait mutatjuk be. Egészen Kalotaszegtől, Matyóvidéken át, Délalföldön keresztül, és hát ma ilyen érdekes európai műsor és egy cigány koreográfiával fogjuk zárni a programunkat. Mert végül is ők is hozzánk tartoznak. Miként látja, hogy egy ilyen műsor jövőképet is nyújt azoknak, akik ellátogatnak erre? Hát jövőképet a társadalmi viszonylatokban nehéz egy műsorral képviselni. Az együttesnek nagyon széles a repertoárja. A fiataloktól a gyerekműsorokon keresztül, az ifjúsági műsorokon, a néprajzi ismeretterjesztő műsorokon keresztül tematikus műsorokat készítünk és mutatunk be, közösen a Nemzeti Színház színpadán Vidnyánszky Attilával, a Művészetek Palotájában, Kál Csaba igazgató úr kérésére. Tehát és az egész országban széles körön tudjuk bemutatni a programunkat a kicsiknek és a nagyoknak. Tehát én azt hiszem, hogy ebben megvan a jövőkép, mert a népművészetet kell ápolnunk, a népi kultúrát kell bemutatnunk, ezt kell hirdetnünk, és hát nagy komoly turnék vannak mögöttünk is, és jelenleg is szervezzük a világba ezeket a turnékat, tehát szeretnénk jelen lenni az Oszakai Expon, szeretnénk jelen lenni össze Koreában, Törökországba járt az együttesem, szeretnénk menni a Balkánra, most, hogy ez egy kiemelt
program, tehát a jövőkép az az országnak a gondolkodásával együtt értendő, tehát azt, amit a népi kultúra hozzá tud tenni a jelenlegi életünkhez, a világ dolgaihoz, ezt képviseljük mi, és a legmagasabb szinten próbáljuk teljesíteni. Az esten a kortárs táncművészet mellett a csárdások, erdélyi és a magyar cigánytáncok, üveges karikázó, és persze a világ egyik legvirtuózabb férfi tánca, a legényes is helyet kapott, amely során a nézők, ha csak lélekben is, de a Rába köztől a Székelyföldig, a Sár köztől a Matyóvidékig vagy Délalföldig, de együtt utazhattak a táncosokkal. A Vörösmarty Színházban is folytatódott az előbb már említett program. Ennek keretében a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában Gogoly háztűznéző című darabját tekinthették meg a színházbarátok. A Vörösmarty Színházban mutatták be Gogoly háztűznéző című örökbecsű darabját a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház közös előadásában. Az előadás beregszászi bemutatójakor 2023-ban tört ki az ukrajnai háború, így ez az előadás sem mehet el reflexió nélkül a világot felforgató változások mellett, és a maga sajátos módján izgalmas megoldást találva meg is adja ezeket az embert próbáló időkre a saját választ. Mindenképpen szimbolikus jelentőségű az, hogy az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű állami keretprogramban a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös előadása érhetett el ide Székesfehérvárra, hiszen ez az előadás tulajdonképpen Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Közösség egyetlen magyar nyelvű színházában született meg, egy olyan időszakban, amikor a háború már javában dúlt az országban, és megnehezítette a színház hétköznapjait. A magyar kultúra összefogó erejének a bizonyítéka, a kapcsolatteremtő erejének a bizonyítéka az, hogy ma mi ezzel az előadással mégis itt lehetünk, ezzel ünnepelhetünk, és bízunk abban, hogy ahogyan az elmúlt 1100 évben megtartott minket az éltető kulturális erő és a közös gyökér, így lesz ez az elkövetkező években, évtizedekben is. Egyébként a Vörösmarty Színházban mindig nagy örömmel jövünk, ha színházon belüli kapcsolatrendszereinket nézzük, érezzük azt a szeretetet, azt az odaadást, amellyel minden alkalommal találkozhatunk már-már visszajáró vendégeként, és bízunk abban, hogy ha tovább vihetjük a jövőnket odahaza Kárpátalján, akkor vendégül láthatjuk majd a Vörösmarty Színházat a kárpátaljai magyar publikum előtt is. A darab alapja a háztűznéző vagy háztűzlátás a leánynak és hozzátartozóinak látogatása a leánynő legény házánál. A háztűznézőre akkor volt szükség, ha a legény anyagi viszonyai nem voltak ismertek a leányos család előtt. Ez egy nagyon különleges darab a számunkra, ugyanis ez a háború kitörése után készült, tehát ez volt az első előadás, amit így ezekben a nehéz időkben létrehoztunk. Azért is nagyon fontos a számunkra, mert én például személy szerint ezzel az előadással tudtam bemutatkozni a Beregszászi Színház színpadán, aztán a Nemzeti Színház színpadán is, és szerintem ez a darab attól ilyen különleges fontos a számunkra, mert a maga sajátos módján nagyon pontosan és érzékenyen reflektál azokra az eseményekre, amik ugye a világban zajlanak, de mégsem úgy, hogy így rányomja a közönségre, hogy már pedig ez a mi véleményük, és ezt gondoljuk, hanem nagyon finoman rejtve van benne egy-egy mondat. Például az, hogy éljünk békében, és hozzunk világra nagyon sok gyereket, és nagyon fontos, szerintem azt megemlítenem, hogy a kolléganőimnek ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy nőként férfi szerepeket kellett megformálniuk, és szerintem csodálatosan megugrották ezt a lépcsőfokot is. Amik a konya? Úgy kell neki? De engem! Engem mi az ördögnek házasítottál meg? Oh, mi rossz van abban? Hát teljesítetted, amit a sors rendel! Mit a sors rendel? Bizony! Mit fog?
olyan nagy valami volna a feleség, mintha bizony nem tudnék meglenni. Ebből az alaphelyzetből indul ki Gogol ismert darabja, amelyben házasodni készülő ifjú, vagy éppen korosodó szereplők vívódásainak, a párválasztással járó gyötrelmeinek lehetünk tanúi a Kárpátaljai Társulat nagyszerű előadásában. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!